Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Melyik az igazi? Így hívom ezt a jóslást. Ez a videó felvétel egy személyes jóslás Modéa számára. Kedves Modéa, üdvözöllek téged, ez a te videód, és te szeretnéd tudni, hogy maradj-e a mostani párkapcsolatodban, vagy döntsél, és ezzel a másik férfivel, akivel most beszélgettek, hogy azzal indíts egy új párkapcsolatot. Ez a kártya mutatja a jelenlegi helyzetedet. Ezek a virágos kártyák az én kártyáim, és én nagy örömmel dolgozom vele. Ez a kártya neked azt mutatja, hogy te már lelkileg vagy gondolatban elváltál. Tulajdonképpen te meghoztad ezt a döntést, és én úgy gondolom, hogy ez a jóslás téged erősít, esetleg gyengít ebben az elhatározásban, de én úgy érzem, hogy itt válásról lesz szó. Milyen akadályok vannak nálad, ezt mutatja itt ez a kártya. Ez arra utal, hogy te keresel egy kiutat, vagy azt, hogy valami újat találj, vagy valaki talál téged, és ez meglassítja a dolgokat, és ez nehezíti a döntést. És mi ad neked erőt? Ezt mutatja itt ez a kártya. Ezek a beszélgetések ezzel az új férfival, ez ad neked erőt, mert ő bátorít téged. A mostani párkapcsolatban, hogy látom a férjedet, ezt mutatja itt ez a kártya. Ő reménykedik abban, hogy ti együtt maradtok, de ő nem becsületes veled, vagy ő nem mutatja ki az igazságot, hanem kicsit játszadozik vele. Ezt mutatja itt ez a növény, itt látható a német kifejezés rá, trüger is, amikor nem a valóságról van szó, hanem ha valamit játszadozik. És mi az, ami gyengíti őt, vagy akadályozza őt ebben a döntésben? Ő itt ilyen változásokat elvár tőled is, és reménykedik abban, hogy ti együtt maradtok, mert ő fogni szeretne téged. Holott az jó lenne, ha ti elbúcsúznátok. Talán az ő élet útján is ez egy előny, de ezt nem akarja, hanem ő maradni akar ebben a párkapcsolatban. És hogy fordulnak a dolgok, ő reménykedik, hogy te mellette maradsz. Ez a másik férfi, akivel most találkozol, az hogy áll hozzád? Ez a növény azt mutatja, hogy ő nagyon kedves hozzád, és nagyon lelki segít téged. Ami őt visszahúz, vagy amilyen akadályok nála vannak, ezt mutatja ez a növény, mégpedig ő gyakran elgondolkozik azon, hogy azt, amit te döntesz, vagy amit ő dönt, hogy itt ti hibázni fogtok. Az is lehet, hogy lelki ismeret furdalása van, mert te egy párkapcsolatban élsz. És mit tud nyújtani számodra ez a szerelem, és ez egy gyönyörű virág mutatja, és a szerelemnek a jelképe is, ez a férfi téged a tenyerén hordoz, és szeret téged. Hova vezet ez az út? Ez a mesteri kiút a mostani párkapcsolatodból, és ez a virág jelenti, hogy ennek van egy gyógyító hatása is. Ennek ellenére én azt mondanám neked, ne siessd el a dolgokat, találkozzál többször ezzel a férfival elvárások nélkül, és figyeld meg az eseményeket. De ez a jóslást azt
közli számodra, hogy ti el fogtok válni, akkor is, ha a párod reménykedik, és te összejössz ezzel a férfivel, aki nagyon szeret téged. Én most megkérdezném az Ingát. Milyen döntést hozzál, holott én nem is akarlak téged befolyásolni, mert ez a szívedből kelljen, hogy kell, hogy jöjj, szívedből kell, hogy jöjjön. De segíteni szeretnék neked, és kíváncsi vagyok, mit mond az Inga a te helyzetedre. Jó lenne ez a döntés, a párodat otthagyni, és egy új kapcsolatot indítani, igen, nem, vagy talán. Amennyiben az Inga jobbra fordul ki, az azt jelenti, igen, ez egy jó döntés a párkapcsolatodat lezárni. Amennyiben az Inga balra fordul ki, az azt jelzi, maradj még ebben a párkapcsolatban. Ha az Inga megáll, akkor megállnak az események, és nem kell, hogy dönts. Mert minden bizonytalan a jelenlegi helyzetben. Az Inga jobbra fordult ki, és az egy válásra utal, arra is, hogy te ezzel a férfival, ezzel az új kapcsolattal kialakítasz egy párkapcsolatot. Kedves Modiá, így tudtam megválaszolni a kérdésedet, és most áttérek az asztrológiai területre. Kedves Modiá, most áttérünk az asztrológiai területre, az indiai asztrológia, az indiai számítás szerint. Az más, mint a mi asztrológiai területünkön, viszont ez az indiai számítás szer precíz. Ez a kép, amit most látsz itt a képernyőn, ez mutatja a te születési horoszkópodat. Így voltak a csillagok feletted, amikor és ahol te megszülettél. Ezen a képen nem változik semmi. Ez így marad. Ez egy olyan, mint egy terv az élet utadra, amit a te lelked kiválasztott. Itt vannak házak, mégpedig 12 ház, vagy 12 életterület. És ott, ahol bolygók vannak, a te születési horoszkópodban azok az életterületek fontosak számodra. Először is a te aszcendented itt a kos jegyében. Ez az első életház, mutatja a születésed pillanatát. És ez a kos energia elkísér téged születésedtől az életed végéig, és hat a külsődre, hat a kisugárzásodra, hat a személyiségedre. Itt található Kétú, a lefele mozgó hold csomó, ez egy ilyen kármikus csomó, mégpedig mutatja a múltat, mindazt, amit te átéltél a korábbi életedben. A kos energiája mutatja számodra a bátorságot, a bátorság egy új kezdetre, mint például most, mert most döntéseket fogsz hozni, fontos döntést az életedben. Ez a kármikus csomó és ezek az emlékek segítenek abban, mert megvan hozzá a bátorságod. A második életház az a vagyoni dolgokra utal, pénzügyi ügyekre, de a belső értékekre is. Itt van a bika jegye, de nincs benne bolygó, az nem jelenti azt, hogy ez téged nem érdekel, de ez nem a legfontosabb életterület számodra. Itt a harmadik életházban van az élet iskolája, ahol te be kell, hogy bizonyítsd magadat. Itt van az ikrek jegye, ez is hat természetesen, de nincsenek itt bolygók.
A négyes életház mutatja az otthonodat, itt a rák jegye van, és azt te szereted, a családi kapcsolatok neked nagyon fontosak. Te itt sincs bolygó. Az ötös életház fontos számodra, nagyon fontos. Itt van az oroszlán jegye, benne van a napod, ami téged szimbolizál, a te lényedet, és a Vénusz bolygó, ami a nőiességedet mutatja. Ez az ötös életház a gyermekeket szimbolizálja, a te gyermekedet, később az unokákat, de utal arra is, hogy mit éltél át a te gyermekkorodban. Itt jönnek az emlékek is. A nap szimbolizál téged, de szimbolizálja az apukádat is. Itt lehetnek ilyen témák, ami az apukáddal kapcsolatos, és a gyermekkoroddal. A Vénusz bolygó itt mutathat egy kislányt, a te gyermekedet, de mutatja a te nőiességedet is. És itt ebben az ötös életházban tanulunk játszani. Hogy én úgy tudnám ezt elmagyarázni, hogy próbáld úgy látni az életedet, mint egy színpad. És te készíted ezt el. És te játszod itt a főszerepet. Ez az életnek a színpadja. Ez mutatja azt is, hogy alakítod ki az életedet. És itt nem szabad, hogy nyomasztó gondolatok legyenek, vagy félelmek, hanem ezt úgy kell kialakítani, mint a gyermekek, olyan játszadozva. És ez kihat a szerelmi élet területedre, mert a Vénusz bolygó szimbolizálja a szerelmet és a szerelmi kapcsolatot. Nálad fontos az oroszlán jegyének a hatása is, te állsz a középpontban. Miért? Nagyon egyszerű ezt elmagyarázni, mert az oroszlán jegye felett a nap uralkodik. És a nap a központ, ami naprendszerünkbe, és ez kihat rád, te szeretnél a középpontban lenni, és a szerelmi élet területén is. A hatos életházban van a munka, és az egészségügyi dolgok, betegségek is, vagy gyógyító hatás. Itt van a szűz jegye. A szűz jegyének van gyógyító ereje, lehet, hogy ez nálad is így van, hogy neked is van gyógyító erőd, és az lehetne számodra a munka is. Itt van Merkur bolygó. Merkur bolygó nagyon jól érzi magát itt, mert itt otthon van. Merkur bolygó uralkodik a szűz jegye felett. Megvan hozzá a tudásod, a képzettséged. Vannak lehetőségeid. A hetes életház a párkapcsolatra utal. Nem csak a szerelmi életre, azt én inkább ide tenném az ötös életházba. Itt inkább a házasságról van szó. Ez a felfele haladó holdcsomó mutat egy kármikus témát. Azt az udat, amit a lelked kiválasztott, de nem ismer. Itt ismeretlen területen vagy, mert ezt még nem élted át, és kell, hogy ezt is átéld, akkor is, ha minden olyan új, mert a lelkednek szüksége van erre, ezekre a, most nem jut eszembe magyarul a szó hozzá, tehát ez egy olyan terület, ami téged felszabadít, az lehet egy második házasság is, de ez egy életterület, ahol nem ismered ki magadat. Itt van Mars bolygó, és ez a Mars bolygó utal a lelki párodra. És én úgy gondolom, hogy ez nem a te férjed, hanem az a férfi, akit most te megismertél. És ez a lelki társ szabadít fel téged,
és mutatja, hogy egy házasság gyönyörűen kialakulhat. A 8-as életház itt van a Skorpión jegyében. A 8-as életházat úgy hívjuk, hogy a halál. Természetesen lehet haláleset vagy örökség is, de ennek van egy ilyen szimbolikus jelentése. Mégpedig, ha itt tanuljuk azt, hogy le kell, hogy valamit zárjunk az életünkben, hogy valami új kezdődjön. És a Skorpión energiája az a víz eleme, itt érzésekről van szó. A félelmeket, azokat kell itt lezárni, és a hitedet erősíteni, meg a szeretetet, a szerelmet is. A 8-as életházban vannak örökösödési ügyek is, vagy a hivatalos dolgok is, azon kívül a testi kapcsolat is ide tartozik. És az a Skorpión hatása alatt áll, és Plútó bolygó hatása alatt a szexualitét. És itt található Plútó bolygó, itt Plútó bolygó otthon van, mert Plútó uralkodik a Skorpión felett. Tehát a testi kapcsolat az, ami a középpontban áll, ami téged felszabadít, kell, hogy ezt éljed. Az előfordulhat, hogy apukád vagy a szülői ház olyan konzervatív volt, és te nem szabadott, hogy ilyen szexuális dolgokról beszéljél, vagy az fontos, és itt a 8-as életházban tanulod meg, hogy ezekhez az érzésekhez is kötöd, vagy ez természetesnek vedd. Nem csak Plútó van itt, hanem Jupiter bolygó is, és Jupiter bolygó adja neked a lehetőségeket, meg a szerencsét, Jupiter hoz szerencsét is. A 9-es életházban van a nyilas jegy, ez utazásokra utal, külföldi kapcsolatokra is. De ez az utazás lehet egy belső út is. Itt található a horoszkópodban Neptun bolygó. Neptun őrzi az álmainkat. Ha neked van valamilyen álmod, akkor meditáljál. Csináld ezt a belső utat, erősítsd a belső erődet, a hitedet, mert akkor ez az álom valóra vál. A 10-es életház mutatja a nyilvánosságot, meg a hivatást is. De nem csak azt, hanem a céljainkat, a magas céljainkat, hogy tudjuk azt elérni. Itt van a bak jegye, és a te horoszkópodban itt van a hold és Uránusz bolygó. A hold uralkodik az érzelmeid felett, a belső világod felett uralkodik, de van ilyen anyai érzés is a holdnál. Neked fontos, hogy elérjed a céljaidat. Te legyél türelmes, mert a bak jegye ezt is mutatja, de elérhető, amit szeretnél. Uránusz bolygó azt jelenti, hogy ilyen különleges úton éred el a céljaidat, vagy éled a hivatásodat, azt is jelenti, hogy te is egy különleges személyiség vagy. És az kell, hogy itt a nyilvánosság, a körülötted élő emberek ezt így látják. A 11-es életházban van a vízöntő jegye. Ez a 11-es életház mutatja a barátságokat, vagy egy ilyen baráti kört, de a vágyainkat is, és ez elérhető, mert itt van a mi földünk. Az azt jelenti, hogy a születésed pillanatában a mi bolygónk, a mi földünk itt volt a vízöntő jegyében. És a föld segít abban, hogy azt megvalósítsd. És mivel itt vannak az álmok, a remények, ez megvalósítható. Nem csak ez, hanem Szaturnusz bolygó is itt van, és Szaturnusz bolygó tanít bennünket. Tehát itt vannak a leckéid, hogy ezt megvalósítsd.
Tehát ez a kép mutatja a te születési horoszkópodat. Mint ahogy említettem, ezen nem változik semmi, ez így marad. Viszont a bolygók mozognak, a nap és a hold is, nekik is vannak mozgásuk. És ez a mozgás, ezt úgy nevezzük, hogy tranzit, ez a mozgás kivált valamit a horoszkópban. A mai napon, tehát július 1-én, én ezt a horoszkópot, ezt a napi horoszkópot választottam, holott ma június 30-a van, de én július 1-ét nézem most, és megnézzük, hogy július 1-én hol mozognak a bolygók. Melyik életterületen? Mert ott történik valami. Uránusz bolygó az indiai számítás szerint a kos jegyében mozog még évekig. Tehát nem csak a következő hónapokban. Én most kiveszem ezt a kármikus csomót, mert kell a kártya ehhez a mozgáshoz. A kármikus csomók is mozognak egy ellentétes irányban, mint a bolygók. Mindkettőt most kiveszem innen. Uránusz bolygó itt található jelenleg a kos jegyében, és ez azt jelenti, hogy változik valami. Változások lesznek, és az kihat a te személyiségedre. Az is lehet, hogy a külsőd változik, vagy másképp látod a dolgokat, megvan a bátorságod ahhoz, hogy az életeden változtass valamit. Vénusz bolygó itt van most a bika jegyében, és kihat rád a második életházban. Itt vannak az értékek. Te értékes vagy, mint egy hölgy. Vénusz bolygó mutatja a szerelmi kapcsolatot is. Ez is egy értékes kapcsolat. Azon kívül Vénusz bolygó szereti a szép dolgokat, előfordulhat, hogy most pénzt adsz ki valamire, ami számodra értékes. A harmadik életházban van Merkur bolygó. Itt vannak kapcsolatok. Lehet, hogy tanulsz valamit, vagy lesz egy képzés. Itt ebben a hármas életházban vannak a rokonok is, meg a szomszédok. Itt vannak kapcsolatok, vagy jön egy hír, levelezés, beszélgetés, telefonálás. Itt található most a nap is, és ez mutatja a havi témát. Számodra ez most egy fontos terület. Tehát a rokonok, az ismerősök, a szomszédok, de itt van az internet is, vagy valamit tanulsz. Itt található Ráhu. A felfele mozgó hold csomó is, és itt kivált kármikus témákat. Azt, amit még nem ismersz. Te tanulsz valami újat. Ez a felfele mozgó hold csomó itt marad októberig. És október után visszatér ide a bika jegyébe. Ezek a kármikus csomók más irányba mozognak, mint a bolygók, tehát nem így előre, hanem így vissza, és október után itt lesz a bika jegyében, és itt lesznek kármikus témáid novembertől kezdve, és itt értékekről, meg pénzügyi dolgokról lesz szó. A hold az most a mérleg jegyében van, hold nagyon gyorsan halad, tehát nem fog sokáig itt a mérleg jegyében maradni, de jelen pillanatban kihat az érzelmeidre, kihat a párkapcsolatra. Jupiter és Plutó bolygó az most a nyilas jegyében van. Jupiter szerencsét hoz, és Plutó bolygó adja neked a belső erőt,
Jupiternél vannak, a Jupiter bolygónál vannak olyan témák is, ami az igazsággal áll összeköttetésben, vagy például egy ilyen bírósági ügy is lehet, viszont amit én itt érzek ennél a hatásnál, hogy lehetőségeid vannak, szerencséd van, és ez egy ilyen központi téma jelenleg a 9-es életházban, itt a 9-es életházban utazásról van szó, az lehet egy belső út is, vagy külföldi kapcsolatokkal. És ez a nyilas jegye, ez mutat egy irányba, mégpedig a centrum, a mi galaxiánk a tejútnak a központjára mutat. És ez a centrum, a tejút központja spirituálisan azt jelenti, hogy itt vannak az álmaid és a vágyaid. Ez most az út, a te lelki útad. Jupiter adja a lehetőségeket, és Plutó azt súgja neked, hogy higgy ebben. Ez adja számodra a belső erőt. Szaturnusz bolygó itt van a bak jegyében, és itt vannak változások, sorsdöntő változások, mert Szaturnusz bolygó kihat a sorsunkra. Itt a 10-es életháznál vannak témák, mint a nyilvánosság, azon kívül a te hivatásod és a céljaid. Neptun bolygó itt van most a vízöntő jegyében, és itt az álmokról van szó. Az álmokról, és Neptun segít abban, hogy éld az álmaidat, de kell, hogy higgyél benne. Neptun kihat a baráti körökre is, és az mindig olyan Neptun hatása alatt lehet ilyen álomszerű kapcsolat, baráti kör, de ez minden olyan átláthatatlan, és ez arra utalt, hogy nem bízhatsz meg mindenkiben, ami a baráti kört illeti. Mars bolygó itt van most a halak jegyében, itt érzelmekről van szó, mert a halak jegye a víz eleméhez tartozik, és itt a 12-es életházban vannak a kármikus dolgok. Ez a Mars bolygó mutatja te erődet, viszont a lelki társadat is. Itt van egy ilyen kármikus kapcsolat, de ez titokzatos, mert a 12-es életház mutatja a titkokat. És a lefele mozgó holdcsomó az itt mozog a 9-es életházban, itt vannak kármikus emlékek. Az is lehet, hogy te utazol valahova, és egy területen vagy, ahol az az érzésed, hogy itt voltál már az előző életedben. Ez előfordulhat, mert itt külföldi utakról is van szó, de mint mondtam, ez lehet egy belső út is. Kedves Módiá, így tudtam az asztrológián keresztül elmondani, hogy mi várható a következő időkben rád. Köszönöm, hogy megbíztál bennem, és kívánok neked minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendera! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!